Dankeschön. Nagyon szépen köszönjük a tapsot mindenkinek. Hát sok szeretettel köszönti önöket a Biatorbágy ifjúsági fúvózenekar ezen a szép, verőfényes őszi napon, és én úgy tudom, hogy délelőtt 10 óra óta folynak a programok folyamatosan. Örülünk, hogy most mi vehettük át egy picit a stafétát. A Speckbaum, illetve a Kleinturwellen Musikanten után. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy a mi zenéink között talán lesz egy pár olyan, ami nem volt átfedés, aki reggel óta itt lett volna, ne legyen unalmas semmi. Éppen ezért az első műsorszám, ami a 95-ös rajtszámot viseli itt a kottánk között, az egy olyan polka lesz, ami szerintem ma nem hangzott el, feltételezem. Majd aki itt volt egész nap, az majd elmondja nekem, Ádi. Ugye nem volt ez a szám? Nem. Akkor jó van. Na, hát akkor jót választottam. Kérem szépen, a Zimmermann polka következik, az Ács polka. Azért játsszuk ezt el, mert tegnap nagyon szép élményben volt részem, meg néhányan ilyen sóskuti csapattal. Gánton voltunk egy kis kiránduláson, ebédelésen, koncertezésen, aztán Pusztavámon is voltunk, és a Zimmermann polkát a helyi vendéglős család, a Zimmermann család tiszteletére játszottuk el. És itt az oszlop mögött takarásban vagyok, de én szerintem mindenki arra kíváncsi, hogy hogy szól a zenekar, így hát mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást, és a maradék táncplac helyen pedig jó táncolást kívánunk önöknek, nektek. Thank you.
Dankeschön, köszönjük szépen a tapsot. Nos, hát ez egy jó kis húzós polka volt. Ki ismerte? Zenészek. Már hallottátok, néhányan már hallották. Jó, nos, a következő nóta az egy keringő lesz, mert ugye buli az nem lehet keringő nélkül. Jó, mondom, igen, bologatnak többen, hogy nem lehet buli keringő nélkül, úgyhogy egy szép keringő, ami 13-as rajtszámot viseli, és Ernst Mosch tollából származik. Következik most egy picikét a szeles időre való tekintettel a Böhmischer Wind című keringőt fogjuk hallani. Sein Lied vertraut, daheim schon als Kind. Weit in der Ferne rauscht nun leis der böhmische Wind. Er wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind. Ernst Mosch, der Böhmische Wind. Dankeschön, köszönjük szépen. Děkujem. Mikor néhány nappal ezelőtt Edinával beszélgettünk a mai rendezvényről, akkor szóban már kaptam rá egy kis ígéretet, hogy lesz egy kis táncházi jellegű dolog. Hát ehhez most egy igazi magyarországi német polkát fogunk játszani, és remélem, hogy a fiatalabb csemeték, lányok, fiúk is elkezdenek táncikálni rá. Ez pedig lenne egy olyan polka lesz, Dunaharasztiból, a Grusos Dunaharaszti című nóta, amit szerintem sokan ismernek. Nekem is gyerekkori élményem fűződik hozzá, ugyanis azon a lemezen szól, amit még a nagymamámtól kaptam ezelőtt. Hát szerintem majdnem 40 éve. No, szóval az a lényeg, hogy erről a kis lemezről
erről a kis sárga borítós Grúszos Dunaharaszti lemezről szóljon a Grúszos Dunaharaszti polka. Köszönjük szépen. Na, ez nagyszerű, amit most itt látok, mert ide jöttek a lányok táncolni. Remélem, a fiúk is jönnek. Balázs, jössz táncolni? Most nagyon érdekes táncot fogunk táncolni. Én megígértem az Edinek, nem csak azt, hogy polkát, keringőt. Hát olyan táncokat is kéne nekünk bemutatni, meg előszeretettel alkalmazni, amik kicsikét ugye feledés homályába tűntek. Van nekünk egy olyan táncunk, hogy Lendler. Jújúi, kezdenek menekülni a lányok, de csak azért, mert nem ismerik, pedig nagyon jók ám. Ki az, aki tud jól Lendler táncolni? Nem a zenészek, hát az úgy nem lesz jó, mert akkor mi lesz úgy? Akkor kimarad itt nekem. Nos, egy olyan Lendlert szeretnénk most eljátszani, ami a Gizella címet viseli, szép női nevet, hogy Gizella. Nos, a Gizella Lendler következik. Edina majd megmutatja nekünk, jó? Ádám, figyelj jól! Thank you.
Köszönjük szépen a tapsot. Na hát ez volt a Lendler igazándiból, hogy egy kicsit pihenjen a zenekarnak a szájacskája. Mármint így fizikailag, nem így jártatásilag, pedig úgy is szoktak, de mindegy. Szóval az a lényeg, hogy addig hadd mondjak a Lendlerről egy pár szót, ugye nagyon ősi tánc a Lendler. Amikor még valamikor ezelőtt 30 évvel elkerültem egy vecsési esküvőre, ami reggel 8-tól másnap délután 5-ig tartott körülbelül, már nem emlékszem, mert már nem lehetett követni, olyan hosszú volt, akkor ugye nagyon sok ilyen Lendler volt, amit játszott a zenekar, éppen azért, hogy egy kicsikét ezeket a nyugodtabb, a keringőhöz hasonló, de mégis egy picikét lassabb, topogósabb ritmusokat tudják a táncosok eltáncolni. Nagymama táncnak is nevezték egyébként ezt a nagymamáknak a táncának. Igen, köszönjük, Ádám megköszönte, ó, hát ez, ugye, ez kellemes volt ez a megállapítás. No, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye a Lendler, ha megfigyeltük, hallottuk, akkor ugye a hangszercsoportoknak a különböző válaszolgatásából, a hangszercsoportoknak a felelgetéséből áll. Hát ezek a Lendlerek, most ez egy rövid Lendler volt, megmondom őszintén, hogy vannak olyanok, amik legalább 10-12 percesek, úgyhogy a hangszercsoportok is menet közben tudtak pihenni, a táncosok meg szép, kényelmesen ringatozni erre a nagymamás táncra. Most pedig inkább következzen egy gyorsabb dolog, méghozzá egy polka újfent. Szerintem ezzel inkább jobban bátorítjuk majd a kedves közönséget táncra. Igaz, hogy ez a polka nem magyarországi német polka, hanem ez egy cseh polka. És v máji a címe, ha jól tudom, Jan, akkor az azt jelenti, hogy májusban. Igen. Václav Kautsky zeneszerző. Egyébként ugyanaz a szerző, aki a Rausch and the Birkent is szerezte, ami egy nagyon híres óta volt. Egy igen régen élt cseh zeneszerzőről, Václav Kautskyról van tehát szó, aki írta ezt a számot. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a hatalmas tapsvihart. Tánkesőn. Én szerintem, hogyha Robert Pyre nevét említem, biztos sokak előtt ismerős a zeneszerző. Főként azért, mert Robert Pyre egyébként magyarországi német származású, hiszen Sopron mellett látta meg a napvilágot egy kis faluban, Remberg bányán, és ma az egyik olyan zeneszerző még mindig Németországban, aki olyan híres és szép, jó zenekara volt, mint például Ernst Moschnak. Nos, Robert Pyre szerzeményei közül következzen most egy keringő, ami megint csak egy szép női nevet, például az én sajnos már elvesztett nagymamámnak a nevét viseli, Leine Annuska. Das ich so gern mag. Kleine Annuschka, komm, lass uns träumen und nie versäumen das Glück jeden Tag. Heut komme ich zu dir, sag bitte nicht nein, dann sind wir für immer so glücklich zu zweit. Kleine Annuschka, du bist mein Mädchen in unserem Städtchen, gibt's keine wie dich. Komme ich zu dir, sag bitte nicht nein, sind wir für immer so glücklich zu zweit. Kleine Annuschka, du bist mein Mädchen in unserem Städtchen, gibt's keiner wie dich. Dankeschön, köszönjük a hatalmas tapsot. Robert Pyre, Leine Annuschka.
Hát most ismét egy csepolka következik, Alois Csumá zeneszerző, nagyon csumázzuk mi is ezt a számot egyébként. Szóval... Jaj, de vicceseket tudok mondani. Szóval az a lényeg, hogy ezt a számot mi Sóskúton is nagyon szeretjük játszani. Van neki német szövege is, szlovák szövege is. Minden esetre megpróbálom mind a kettőt elkántálni valahogy. Szóval következzen a Hi, Huszicski, Hi, vagy a Trajp, Tikence, Raus című polka Alois Csumától. Raus in den Teig hinaus, treib die Gänse raus in den Teig hinaus. Wenn sie in dem Wasser baden, können sie den Klee nicht schaden. Treib die Gänse raus in Teich hinaus. Husicki, hi, no zeleni, hi, hi, husicki, hi, no zeleni, hi, hi, husicki, do vodicki, matješ vino, veno hički, hi, husicki, hi, no zeleni. Hi.
Háj, huszicski, doko, lecska, moja mila, andulecska. Háj, huszicski, háj, docelemi, háj. Ďakujeme pekne, danke schön. Köszönjük szépen a tapsot. 1, 2, 3, 4, kedves közönség, a Biatorvágy Ifjúsági Fúvószenekar ismét a világot jelentő deszkák helyett ezen a jó kis placon helyet foglalt. Mindenkinek további jó szórakozást kívánunk a fent maradó kis időben itt még délután 5 óráig. Aki picit úgy érzi, hogy fázik, azt szeretettel invitáljuk, hogy táncoljon, és már is nem fog annyira fázni, sőt, inkább melege lesz. Gyerekeket is bevonhatjuk a táncolásba, és most következik egy jó, ismert régi polka, aminek az a címe, hogy Üdvő Mise. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a fergeteges tapsvihart, meg az elhaló tapsvihart is. Na, a következő szám is egy érdekes tánc lesz. Edinával ma megbeszéltem, úgyhogy most a jelentkezőket szeretnék kérni, csak az a baj, hogy én itt a fal fele állok, de kedves közönség fele próbálok fordulni, hogy ki az, aki tud jól mazurkát táncolni. Hajni Lajos, hol vagytok? Na, mazurka következik. Igazi ritkaság, raritéten, mond a Jungblaskapelle, az Biatorbágy, igazi ritkaságokat hallhatunk most. Hát kérem szépen, egy mazurka következik. Az a címe a mazurkánknak, hogy Langweile, unalom. Nem olyan unalmas, nekem nagyon kedvenc számom. Ez is a Grusos Dunaharaszti lemezről szólt valaha. És most reméljük, hogy a közönség se fog unatkozni, hogy végre egy mazurkát hallhat. Nem szeretnénk, hogyha kihalnának ezek a táncfajok, mint például a Lendler, vagy a most hallható, táncolható mazurka. Nos, Langweile! Hát bele, így van, nagyon-nagyon-nagyon helyes, nagyon szépen köszönjük a tapsot. Az az igazság, hogy a mazurka egy szintén ilyen elfeledettségre ítélt nóta lenne, ha mi nem tartanánk azért frissen az emlékeket.
következzen megint egy olyan szám, amit mondjuk az előbb említettem, egy híres zeneszerzőt, ő pedig Robert Pyre, és ahol született, az pedig Brandenburg bánya. Na most a következő polkának a szerzője az Peter Zauner, aki inkább burgenlandi szerzőnek mondható, de szintén emlékezés Brandenburgre, vagy emlékezések Brandenburgre című polkát komponált, amit szerintem Wiesergraben címen is ismerünk. Ez következik most. Nagyon szépen köszönjük a tapsot. Wiesergraben polka. Szuper, nagyon jó. Mindenki tapsol, Balázsval az élem, nagyon jó. Szuper. Nos, kérem szépen, hát én azt hiszem, hogy lassacskán tényleg az őszbe hajlik, fordul az idő, ahogy a naptárt nézzük, ahogy a bőrünkön érezzük esetleg a hűsebb szellőket. Hát... ami most következik, az kifejezetten egy kicsit fázósabb évszakot, méghozzá telet próbálja ide varázsolni nekünk. Azért az még egy kicsit messze van, bár azt mondják, hogy az erres hónapokban nem lehet a földre ülni. Hát nem is fogunk, reméljük. Viszont azt is hallottam, hogy a szeptember
meg az október az jó ember, a november meg a december az gazember, az ilyeneket hallottam. Na mindegy, szóval most a télről van szó, azt akartam mondani, hogy a téllel kapcsolatos ez a következő nóta is, aminek az a címe, hogy téli rózsák, zimnye rúzse, vagy winter rosen, ki hogy ismeri. És igazándiból a zeneszerzője érdekes megint csak József Hotovi, aki érdekes módon majd a következő polkának is a szerzője lesz, de ezt most csak akkor fogom elárulni, amikor oda jutunk. Most következik tehát a téli rózsák, a winter rosen, vagyis a zimnye rúzse. Sok-sok szeretettel küldjük Edináéknak ezt a számot, és köszönjük a jó szervezést, a fergeteges hangulatot, köszönjük mindenkinek, aki segített, és most nekik szeretnénk egy tapsot küldeni. Szóval, Edina, lehet táncolni a zimnye rúzse polkára.
Köszönjük szépen! Ez aztán a tapsvihar. Nagyon szépen köszönjük. Tehát József Hotovi a zeneszerző, ugyanúgy, mint annak a polkának, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy ennek is József Hotovi a szerző. És milyen igaz, hogy ez pedig annyira mindig a mi népkörünk a sajátjának titulálja, pedig nem az, hiszen a Marenka polka, vagyis a Schwiege Muede Jetzkez Kuez, ami ismert, kedves polkánk, ami most következik, szintén József Hotovi szerzeménye, így hát említsük meg a nevét, hisz megérdemli, nagyon sok szép nótával örvendeztette meg a világot, a cseh fúvózenei irodalmat, és természetesen minket is, a sváb kultúránkat. Hát következik akkor Schwiege Muede Jetzkez Kuez, és egy jó hangos éneklést is szeretnénk kérni majd hozzá. Schwiege Muede Jetzkez Kuez, Jetzkez Kuez, eingetobte Heirat Kuez. Schwiege Muede Holz, mein Hut, sie tanzt ja so gut. Schwiege Muede Jetzkez Kuez, Jetzkez Kuez, eingetobte ganz gut. Schwiege Muede Holz, mein Hut. Sie tanzt, ja, so gut. Schwiege Muede Jetzkez Kuez, Jetzkez Kuez, eingetobte Tanz ganz gut. Schwiege Muede Holz, mein Hut, sie tanzt ja so gut. Schwiege Muede Jetzkez Kuez, eingetobte Holz, mein Hut. Schwiege Muede Holz, mein Hut. Sie tanzt, ja, so gut. Tanksé. Köszönjük szépen.
Nos, a következő keringő, ami picikét ilyen szusszanásnyi szünetet engedélyezett itt nekünk, hát nem is tudom megmondani, hogy vajon melyik kultúrkörből származhat. Ennek bővebben utána kéne néznem, úgyhogy bevallom az én tudatlanságomat mindenki előtt. Az a lényeg viszont, hogy a dallama az ismerős, és az is lényeges dolog, hogy valamikor gyerekkoromban is előszeretettel kérte a kedves közönség azt a keringőt, aminek az a címe, hogy Kakuk, te kukuk. Úgyhogy a Kakuk keringő következik most. Reméljük, hogy sokan fognak erre is táncolni. Kakuk, kakuk. Köszönjük szépen, ez volt a Kakuk keringő. Majd utána nézek, hogy honnan származhat, jó? És a következő számnak se tudom megmondani, hogy honnan származik, de az biztosra tudom, hogy magyarországi svábpolkáról van szó.
Sokan vitatkoznak benne. Én úgy tudom, hogy a Csepel-szigetről származik, a soroksári Molnár-sziget mellől ez a nóta. Vörösváriak azt mondják, hogy tőlük származik, hát majd egyszer leboxoljuk, lemeccseljük. Minden esetre professzor úr már mosolyog, és szerintem professzor úr tudott, hogy melyik szám fog következni, az Inzelban polka, úgyhogy, ja igen, Hajni, ti is tudtátok, jó? Akkor ezt is kérjük szépen együtt énekelni, ha oda jutunk majd a szövegrészhez a trióban. Nos, de Inzelbaum. Ja, auf der Insel steht der Baum, das ist der arbeitslose Baum, der war keine Arbeit unterhalb, der geht auf Insel untern Baum. Jo, in der Frühzmittag auf Nacht, da werden ganzen Tag nix gemacht. A Backle Karten in der Hand, das geht ja kein Mensch nix an. Afta Insel Stélapám, Dankeschön, köszönjük a tapsot. És azt hiszem, hogy most már lassacskán a vége fele közeledik a mi muzsikánk is. Így hát a zenekarnak a 190-es rajtszámú nótát fogom bekonferálni. Ez pedig nem lesz más, mint a búcsúzás a mai napra. Feltéve, hogyha egy kis ráadást is még kicsikar belőlünk a kedves publikum. Nos, következik egy pattogósabb induló, aminek szintén van szövege, szintén fogunk énekelni, nem csak én fogok kántálni, hanem remélhetőleg azok is, akik ismerik a szövegét, illetve azok is énekelnek, akik itt a zenekarba helyet foglalnak, hiszen egy ilyen nóta, ami most egy kicsikét az ő ének hangukat is
próbára teszi. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy jelen voltak. Az egész Frühschoppen ideje alatt a sok-sok munkát köszönjük azoknak, akik ezért a mai napért rengeteget dolgoztak. Én azt hiszem, hogy egy tartalmas, szép nap volt. És hát persze azoknak a zenészeknek is köszönjük külön, akik mindhárom zenekarban részt vettek. Azaz a Speckbaum, a Kleintulvállal Musikanten és a Biatorbágy ifjúsági fúvószenekar tagjainak, akiknek most a kedves közönségtől egy nagy-nagy tapsot szeretnék kicsikarni. És a búcsúzós notával pedig mindenkinek szép pihenést, kellemes, szép őszi időt, nagyon-nagyon jó egészséget, ez a legfontosabb, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Köszönöm szépen! Mia San Fomka, Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Mia San Fomka, Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Köszönjük szépen a hatalmas tapsot! Eine allerletzte Zugabe, egy legutolsó ráadás következik.
Wiedersehen. Jetzt muss ich von dir gehen. In Gedanken werd ich bei dir sein, bei dir allein. Bald bin ich wieder da, mein Schatz, das weißt du ja. Weil wir uns so gut verstehen, sag ich bis bald, auf Wiedersehen. Schatz, das weißt du ja, weil wir uns so gut verstehen, sag ich bis bald, auf Wiedersehen. Dankeschön, köszönjük szépen a nagy tapsot, jó pihenést kívánunk mindenkinek, auf Wiedersehen, viszontlátásra, bis bald!